A 2024-es önkormányzati választásokra készülve a helyi választási iroda módosította a körzethatárokat, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Az új körzetek kijelölésekor figyelembe vették a Békeváros részben élők helyzetét is, és önálló körzetet jelöltek ki a város részben, hiszen az itt élők ugyanúgy megérdemlik az önálló képviseletet, mint mások. A Béke 1 és a Béke 2 városrésznek az adottságai teljesen elkülönülnek egymástól, nem is beszélve arról, hogy az új telep, illetve az óvárosi részhez tartozóknak más problémáik vannak, mint az itt élőknek. Eddig ez a körzet három képviselőhöz tartozott, Orosz Csabához, Tóth Kálmánhoz és dr. Székely Károlyhoz, akiknek a munkájára nagyon büszke is vagyok, az, akik nyújtottak az elmúlt években, és nagyon köszönöm nekik azt a teljesítményt, amit ők nyújtottak itt a körzetben. De ez a széttagoltság amellett, hogy adott egy pár lehetőséget az elmúlt években, sokkal jobban ki lehetne használni, úgy gondoltuk, hogyha ez a körzet már így egybe állt össze, hogy egy képviselő képviseletével sokkal nagyobb lehetőségeket tudunk itt megvalósítani. Pintér Tamás szerint a Békében az önálló képviselettel felgyorsulhat majd a körzet fejlesztése is. Ehhez persze elengedhetetlen egy jó képviselő, de a rajta Újváros Egyesület, fogalmazott Pintér Tamás, megtalálta a legjobb jelöltet Kálló Gergely személyében. A választás az itteni munkát most egy kicsit furcsán fog hangzani, de annyira nem befolyásolja. Tehát az, hogy miket szeretnénk, azok már elkezdődtek választástól függetlenül. Ugye óriási igény van itt a városrészben arra, hogy a posta az újra nyíljon, illetve legyen a Békevárosrészben újra posta, hiszen központilag bezárták a postákat. Most ebben nagyon sok munkát fektetünk. A posta válaszára várunk egyedül, tehát az önkormányzat részéről a zöld út megvan. A posta válaszára várunk, hogy itt a március 15-e téren nyithassunk egy kis postát. Kálló Gergely elmondta még, hogy a járdák állapota kritikus, elkezdték és folytatni szeretnék ezek felújítását. Ugyancsak szeretné, ha a Békeváros részben aktív, élettel teli, otthonos közösségi élet lenne. Az egyeztetésen jelen volt Tóth Kálmán képviselő is, aki szerint ennek a városrésznek jót fog tenni az önálló képviselet. De azért lesz, mert lesz egy felelős, aki eznek a területnek kezében kell tartani itt a problémákat. Ugye eddig Orosz Csaba is sokat tett azért itt a Kressz Parkot, a többi, a Székely Károly járdát épített és egyéb más dolog, de azt gondolom ennél sokkal nagyobb feladatok is vannak itt, amit meg kell oldanunk, amit talán is bízok benne, hogy így is lesz, hogy hiányzik a Békeváros résznek egy posta, és lehet, hogy ebben a körzetben lesz majd egy új postánk, és nagyon hiányzik mindenkinek ez a feladat, de azt gondolom, hogy itt a belső város részben, a Békében mindenkinek majdnem egyforma gondjai vannak, a járdák, a padok, a fűnyírás és egyéb más dolog, és azt gondolom, hogy ezekkel sokat fogunk tudni segíteni azzal, hogy új képviselő lesz ennek a körzetnek. A körzethatárok módosításával tehát önálló képviseletet kap a városrész, ami minden bizonnyal több figyelmet és több erőforrást is jelent majd.